illusztris vendége volt Bátaszéknek, ugyanis Zádor Jenő lánya látogatott el édesapja szülővárosába. Ebből az alkalomból a település vezetése egy rövid megemlékezéssel köszöntötte az Egyesült Államokból érkező vendéget. A bátaszéki ifjúsági fúvószenekar a híres zeneszerző műveiből összeállított rövid válogatást játszotta el a művelődési ház előtt. Nagyon el vagyok ragadtatva, hogy ez a csodálatos város, a polgármester, a fiatal zenészek ilyen formán megemlékeznek édesapámról. Ő nagyon hálás lenne ezért, hogy ennyi év elteltével is emlékeznek rá, hiszen már 1977-ben elhunyt. Ez egy igazán különleges és csodálatos élmény számunkra. Zádor Jenő 1939-ben vándorolt ki az USA-ba, ahol a Columbus Kristóf című operájával, majd több mint 120 film zenéjének hangszerelésével, illetve komponálásával vívta ki a hollywoodi filmipar egyik legtermékenyebb zeneszerzője címet. A Tolna megyei város minden évben megemlékezik az alkotóról. Keresztény Gyula Városi Könyvtár berkein belül igyekszünk egy olyan rendezvényt szervezni, ahol szeretnénk a minden korosztálynak elmondani azt, hogy ki is volt Zádor Jenő, hiszen az ő munkássága az Bátaszék számára is hírnevet hozott, ha szabad így fogalmazni, és hát büszkék vagyunk arra, hogy ő itt született, és hát jó néhány éven keresztül itt is élt Bátaszéken. Zádor Jenő emlékét 2010. októberében felavatott emléktábla őrzi a Bátaszéki Művelődési Ház falán.